Sziasztok, srácok, is üdvözlök titeket a következő hashtag reakció videóban itt a János Ingergő csatornán, ahol napi királyságos videók vannak minden egyes nap 18 óra 00-kor. Úgyhogy te nem iratkoztál fel, gyorsan tedd meg! Ezt minden videó előtt elmondom, és utána mindig jön a kérdés: amúgy mikor lesz új videó? Nem hiába mondom, minden nap 18 óra 00-kor. És igen, újra visszatértünk egy királyságos reakció videóval, amit most azért hoztam el nektek, mert meg akarok nektek mutatni 20 darab felfedezést, ami nagyobb örömre derít, mint egy ebéd. Ez a cikk címe. Ezt a cikket találtam, nem tudom, lehet, hogy már valaki csinált róla videót, valaki nem, édes mindegy, én még nem láttam a cikket, csak az első képet, ugye amikor megnyitottam, azért beletekertem, úgyhogy nem tudom, mire várhatunk, maradjatok itt velem, bontsatok rá egy jó királyságos tutti juice-ra, ha még nem kóstoltátok, akkor kóstoljátok meg. Észak-Kelet Magyarországon pontos sportlista, ott van a Supercoop üzletekben, lehet kapni a királyságos tutti frutti ízű üdítőnket, amiben nincsen koffein, sokan félreértik, ez nem egy energiaital. Csak olyan az íze. Szóval 20 felfedezés, ami nagyobb örömet adhat, mint egy jó ebéd. Tökéletes cím, mondom, ezt nézzük meg. Tehát, maradjatok velem, és ti is írjátok fel, hogy e közül a 20 közül, nem tudom, mind a 20-at meg tudjuk-e nézni, melyik az, ami nektek nagyobb örömet adna, mint egy jó ebéd. Tegyük hozzá, hogy én imádok enni. Látszik is a pocakon, én szeretek enni. Na, én szeretem az édességeket, tudjátok jól, együnk sorozat, stb. Úgyhogy nem tudom, engem egy jó ebéd azért nagy örömre derít. És hát ahogy elnézve itt az elsőt, azért az emberi lustaság. Tehát főzés közben, nézd, hogy itt ez így néz neki, hogy ahogy főz a nyakában, amúgy elég kényelmetlen lehet. Így van a telefon, tehát oké, hogy a receptet tudja onnan nézni, de azt, ha leteszi maga mellé is tudná nézni a receptet és főzni. Nem tudom, miért így csinálok, az ember nem így főz, vagy lehet, hogy DJ. Az ágyban fekvős dolgot viszont el tudom képzelni. Az például a sorozatokat nézi tökéletes lehet, sőt ezt is. Ja, de ezt egy sima popszoket, vagy egy sima állvány, ami nekem is van, vagy hogy úgy átlátszó. Az is megteszi bőven. Úgyhogy nem tudom, ez nekem annyira nem. Ez nem vagy nagyobb örömet, mint egy ebéd. Nézzük a következőt. Szilikon, vízálló, a cipő valami. Mi ez? Cipővédő. Amúgy ott már lyukas, vagy büdös a lába, és kiukadt a szaktól. Nem tudom, ha esik az eső, úgyis vízálló cipőt veszek, vagyis olyat, ami bírja a vizet. Úgyhogy nem tudom. Ja, általában ilyeneket csak nem szilikonból, hanem ilyen papírszerű anyagból, vagy nem is tudom miből, ilyen szövetből szoktak ugye kórházakba, gyárakba, ahol ahova nem lehet dömenni ugye cipővel. Most az, hogy szilikonból van, hát nem ázik át. Ja, de biztos jobb bele poshad a lába, jobb beleizzad. Úgyhogy nálam ez egy... Van a... Ezek a lehetséges válaszok, jó? Tudom, hogy... Hát cringe, mint én. Szóval, három piló, azaz párna. Háromfajta piló, nem, párna. Jó van, Gergő. Három... Nem, ez a harmadik. Harmadik. A párna, ami megelőzi, hogy a kezed ne zsibbadjon el. Igen, ez amúgy jó lehet, de ez egy... Ja, hogy ez így van. Értem, azért mondom, hogy sima párna is jó. De akkor értem. Értem én. Ez egy... nem rossz. Nem rossz. Ti nektek mi a véleményetek? A probléma tényleg létezik, nagyon-nagyon sokszor előfordul. Ha Kingával fekszünk is, vagy hogyha például Jack oda fekszik a lábamhoz és átfekszik rajta, az is sokszor el sokoz zsibbadni. Várjál. Igen, ez a véleményem róla. Nézzük következőt. De gusztustalan. Egy pillanatra megijedtem. Van ez a fóbia, aki nem bírja a sok lyukat. Szóval, most már nyugodtan tudod hordani a magas sarkulat és nem fog fájni. Egyetlen egy a probléma, fogalmam sincs, milyen a magas sarkúval. Életemben nem hordtam még magas sarkut, nem is nagyon tervezem, úgyhogy nem tudom. Itt a hölgyeknek átadnám a stafétát. Mondjátok meg, aki már volt magas sarkú, aki hordott magas sarkút. Ez működhet? Várom a kommenteiteket, várok. Na megvan, leírtad? Meg? Jó, akkor haladhatunk tovább. Srácok, meg tudjátok nézni a hölgyek kommentjeit. Következő.
egy univerzális takarító eszköz, ami a dustot kiszedi mindenhonnan. Ilyet próbáltunk, kiemlékszik, régi hashtag test videóban próbáltunk ilyet. A keyboard tisztító slime volt a neve. Egészen jól működött, főleg például, aminek én is használok ilyen nagy mechanikus billentyűzet, jó nagy gombokkal, jó nagy közökkel, ide aztán bemegy minden piszok. Én mondjuk kifejezetten vigyázok, hogy itt, ahol ugye a videókat felveszem meg, ahol sokat ülök, ott mindig tisztaság legyen, nem eszek a billentyűzet felett, stb. De amúgy ez a billentyűzetem elég szép. Láttátok volna a régit, amikor amikor reggeltől estig még szilkródoztam, annó 12-13-14 évesen. Na az retkes volt, mert ott tettem, ittam, csokapikot belöntöttem. Úgyhogy ez egy wow! Vagyis... Wow! 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 Tudom, hogy nem ezt adtam neki először, de most ez lesz. Van egy ilyen hangom, hogy... Annyira ez annyira nem... Nem, azt hittem. Oké, menjünk is tovább. Hatodik! Nem esik le többször a füleset, hogyha... Ha edzel. Mert befogja alá. Hát srácok, igazából... vannak olyan fülhallgatók, amik direkt edzésre vannak, nem esnek ki, meg hogyha jól a füledbe teszed, akkor... Nem tetszik, nem lájkolom. Vizes palack, ami berakhatsz másodt is. Másodt is. Van kártyát, kulcsot, meg pénzt. Egy... No! Nem, ez nem. Nekem nem. Bocs. Következő. Ó, na ez jól jöhet, egy kézrest, mi a kéztámaszték. Ugye sok olyan asztal van, például itt az enyém is, ami, hogyha be akarok alá csúszni, hogy mondjuk elérjem a billentyűzete tegeret, ugye akkor lejjebb kell eresztenem a székemet, és innentől kezdve, amikor a kezemmel vagyok, az így van. És nagyon-nagyon-nagyon kényelmetlen, főleg aki ugye dolgozik, én is szoktam ugye itt a, nem ezen az asztalon, egy másikon, akkor napközben dolgozom, és... És nagyon-nagyon kényelmetlen. Ez egy tök jó ötlet. Na, ez egy wow! Wow! Ez egy wow tőlem. Tőletek mit kap? 9. Az egyetlen probléma a telón nézős cuccokkal. Itt most furcsán fordítok. Ja, hogy ez így nagy, rá nagyít. Kérdésem az, hogy mennyire rontja. Mert hogyha ilyen minőségű, mint ez a kép, akkor köszönöm szépen, nem. Nem tudom, hogy jöttök vele, nekem ez közepes. 10. Jó. Gép, ami széttöri nekünk. Ne vicceljetek, már egy toást. Egy toást széttörni annyira nagy dolog? Hát odaütöm, kétszer berenyúlok, elpatintom. Nem is kell, nem kell menőzni itt egy kézzel, a lényeg, hogy hé, ne jusson bele. Én, tegye fel a kezét, aki még utálja, én gyűlölöm, amikor hé, esik a toásomba. Én gyűlölöm. Amúgy ki kéne próbálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki nagyon-nagyon béna, és egyszerűen nem tud jobb lenni, annak ez egy... Wow, de nekem ez egy... Közepes, nem tudom. Sőt... Feleslegesen után ezt el kell mosni, meg ének a kezemmel csak széttöröm, leöblítem, vízem, megyek is tovább. Nem tudom. 10. No. Ez nagyon jó. No, ez viszont király. Például almát pucolsz. De én nem is almát, én annyira nem szoktam itt a csapnál pucolni. Például szöllőt mosol, vagy olyan dolgot, amit egyesével kell mosni. Például mondjuk szilvákat, veszel a kezedbe párat, és amit megmosol, ugye nem akarod beletenni a csapba, mert ugye az retkes, de most oda teszel tányért, akkor az csuram vizes lesz. Én erre azt mondom, hogy én ezt lájkolom, én ezt használnám, hogyha ott lenne nekem a csapom. 11-es, yeah, lájkolva, mindig másolnak, igaz? Már rájöttem. Na, gyorsan szörpintünk. Ez a mixer összekeveri neked a kajádat, miközben más csinálsz. Foodot akartam mondani. Amúgy ez jó lehet, csak miért műanyag? Ez műanyag, srácok? És műanyag, és a tűzön van. Probléma! Én ezzel elég sok problémát látok, mert hát a műanyag az azért nem teljes mértékben, mondjuk lehet egy hőálló műanyag, de én azt se tenném a kajámba, hogy aztán beleolvadjon, úgyhogy ez nekem egy kivéve, hogyha fémből van, akkor nem tudom. 13. Yeah boy! Megszárítja a ruhádat! Na ez egy wow! Ha működik. Ez zseniális.
Ez zseniális, amikor én is még ugye Londonban éltem egyedül, és ugye mindig mosni kellett, teregetni, ugye az egy kicsike lakás volt, és amikor kimostam sok cuccot, amikor felnyitottam a két szárítómat, akkor utána nem fértem el sehol, alig akart megszeredni a ruha, bedohosodott az egész lakás, ugye minden tiszta vizes ruha volt, úgyhogy ez nem egy rossz ötlet, nem egy rossz ötlet. 13-as, wow, ha működik, tegyük hozzá. Oké. 14-es, nem öntesz ki több juice-t a nehéz. Menjetek már! Ugye ez tipik amcsi. Nálunk nagyon ilyennek nincsenek. Tipikusan amerikai dolog. Ez a nagy narancsleves láda, vagy ott a tej is így van. Sőt, Londonban is így árulják a tejet, nem úgy, mint nálunk. Ilyen nagy gallonokban vettem én is. Azért ezek erősek, és hát nagyon-nagyon bénának kell lenni, hogy mellé jönsz, úgyhogy lustaság. Kivéve például idős hölgyeknek, mint ahogy a képen is látom, valószínűleg ez idős hölgy, nekik lehet, hogy nagy win. Úgyhogy ez megint attól függ, hogy mire használod fel. Na már csak 5 van, nézzük! Azt mondja, hogy az autó ülés fogja a fejedet. Ez jó, ugye, ha nagyobb vagy, akkor gondolom állítható. Ez jó, ezt lájkolom, ez repülőkön is van. Ugye, hogy ezt a részt így be tudod hajtani, és az nagyon-nagyon kényelmes, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy wow! Ez egy jó. 16. Micsoda? Hordozható klozet. Azt az eget. Klozet. Ez király. Főleg, aki sokat utazik, hogy ilyen szépen be tudsz-e pakolni, és utána nem kell kipakolnod. Én is ugye sokszor utaztam úgy, hogy egy-egy napokat töltöttem valahol, és én utálok a bőröndömből öltözni, úgyhogy én mindig kiszoktam pakolni. Például a videós találkozókra megyünk, akkor én ugye mindig kipakolok a helyszínen, és másnap már pakolhatok is be. Úgyhogy ez király, hogyha ez tényleg ilyen királyul működik, akkor az egy wow! Kap tőlem. A végére gondoljatok ki egy teljesen osztozeget, egy ultimate winnert. 17. Relaxálja a válladat. Hát de, jaj, értem, hogy ha írsz, szerintem az én vállam teljes mértékben relaxban van. Mondjuk itt teljesen szét tudod tenni, akkor én nem így tenném egymás mellé, hanem akkor így. Ugye? Nem tudom, ezen gémelni nem biztos, hogy jó lenne, mondjuk tudom, hogy nem gémelésre találták ezt ki. De akkor is. Úgyhogy ez nekem nem. Ezt én... 18-as! Szóval, hogyha hideged van, meg fázol, ha meleged van, vagy fázol, akkor ez segít. Gondolom, ilyen elektromos, és akkor felmelegíti, vagy hűti. Nekem ez annyira nem. De lehet, hogy a hölgyek számára ez be, lehet, hogy Kingának ezt tetszene. Na, 19. Nézzük. Wow! Na, ez jó! Mert ugye általánosságban a kocsikban, ahol nincsen külön telefontartó, ott az emberek a cup holderbe, ugye a... mi az? A pohártartóba teszik a telefonjukat, és akkor nem tudják hova tenni a poharukat. Ez egy zseniális ötlet. Lájkolom. Wow! Egy pillanatra elfelejtettem, hogy mi. Na, és nézzük a 20-at, hogy az lesz a finálé, vagy csak egy tök egyszerű dolog. Ezen sokat gondolkoztam. Én ezt támogatom, és akarok egy ilyet venni. Srácok, vegyünk egy ilyet, hogy kipróbáljuk, hogy ez tényleg ilyen jól működik. Mert ugye, én is szoktam az ágyból laptopozni, van, amikor éppen fekszek, és még van egy-két dolog, amit el kell intézem, és nagyon-nagyon kényelmetlen az ölemben van, akkor túl melegszik, nem kényelmes, elzsibor a lábam, ha felhúzom a térdemet, úgysem kényelmes, vagy hogyha a tévé előtt tudok, akkor is egyszerűbb lenne egy ilyennel. Nem tudom. Én azt mondom, hogy ez egy good, ez egy great success, attól függ, hogy működik, van 20 plusz 1, nincs. Hát akkor ennyi lett volna az a 20 találmány, ami elmetek jobb, mint egy ebéd. Nem tudom, ez tetszett, ezek nem, ez tetszett. Ez is tetszett, ez annyira nekem nem, ez is tetszett. Ez nem tudom, ez is tetszett. Ez nem az enyém, ez sem. Ez tetszett, ez egyáltalán nem tetszett. Ezt nem értem, mert alapból van, ezt próbáltuk, nem rossz. Fogalmam sincs, ezt nem próbáltam, nem rossz. Nem nagyon értem, ennek sem nagyon értem. Úgyhogy ezek voltak az én véleményeim. A komment szekcióban várom a tiéteket is, és esetleg, ha van egy overall kedvenc. Én nem tudom megmondani nekem, melyik a teljes mértékben a kedvencem, de hogyha egyet kéne választani, akkor szerintem én azt mondanám, hogy ez a bőröndös. Tudom, hogy nevetséges, de ezt nagyon szívesen kipróbálnám. Szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, itt voltatok, ti vagytok a legeslegjobbak, köszi szépen, hogy velem tartottatok, és elfelejtjétek el, hogyha feliratkoztok, akkor napi királyságos videó várat titeket minden egyes nap, 18:00-kor, most már Twitch-en is szoktam streamelni, gyere, Twitch.tv, perronosít, akkor ott is jövök be. Te vagy a legjobb, ne felejtsd el, találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Sziasztok!